Most megadom a szót Bangóné Borbély Ildikó képviselőasszonynak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm szépen, elnök úr, szerintem ettől még én is rövidebb leszek. Igen, a MSZP részéről is csak támogatni tudjuk ezt a törvénymódosítást, vagy maga a rendelkezést, hogy hogyan próbálja a kormányzat ezt a több évtizedes hiányosságot pótolni, úgy, hogy önhibájukon kívül nem juthattak hozzá ezek a tulajdonosok a kárpótláshoz. Itt csak annyit szeretnék még ehhez elmondani, hogy én sem tartozok már a túl fiatalok korosztályhoz, de mégiscsak el kell mondanom, hogy amikor a kárpótlásról beszélünk, mégiscsak egy zűrzavaros időszakról kell, hogy emlékezzünk, amikor volt, aki jogosan hozzájutott a tulajdonához, de voltak nagyon sok károsultjai, még a kárpótlásnak is. És vannak hiányosságaink, több évtizedes hiányosságaink ezzel kapcsolatban, nem csak a mostani kormányzatnak, hanem az előző kormányoknak is. Nagyon sokan elszenvedői voltak, és ez jól látszik ennél az ügynél is, hogy hogyan tudott maga a bürokrácia beavatkozni. Akár azok a bíróságok, ahogy miniszter úr is elmondta, hogy folyamatosan újrakezdődött ezeknek az ügyeknek a tárgyalása, vagy hogyan tudott beavatkozni mondjuk a spekuláció ezekben az ügyekben, amit láthat. És én csak reménykedni tudok, hogy tényleg a következő egy évben pontot tudunk ennek az ügynek a végére tenni, és természetesen támogatni fogjuk a kezdeményezést. Köszönöm szépen!